Dunaszerdahelyen 5. alkalommal valósul meg a Gyermekeink Sugárzó Mosolya elnevezésű szájüreg higiéniai program a Város 9 óvodájában. Az Axis Dent fogászati rendelő szakemberei évente tavasszal és ősszel látogatnak el az óvodások közé, hogy játékos formában neveljék a gyermekeket a helyes fogápolásra. Bemutatják nekik a fogtisztítás technikáját, hogy megelőzzék a fogbetegségeket. Elmagyarázzák azt is, miért káros a fogakra az édességek túlszott fogyasztása. Továbbá felhívják a figyelmüket, hogy a fogtisztításba vonják be a szüleiket is. Ugyancsak fontos, hogy a szülők rendszeresen járjanak velük fogorvoshoz. Szarka Tamás Kossuth Díjas előadó művész, zeneszerző, költő dalait a sajátos stílusú zene mellett az irodalmi értékű szövegvilág is jellemzi. Mérő jövő zenéje hat az értelemre, az érzelmekre és az érzékekre. Az elmúlt közel 40 évben több mint 300 dalt szerzett. A Gimes együttes eddig megjelent 27 önálló albumának zenéjét javarészt ő szerezte, dalszövegeit ő írta. Ennek a mérhetetlen gazdag zenei repertoárnak a 45 perces keresztmetszetét mutatta be Szarka Tamás a Művészeti Alapiskola koncerttermében a Dunaszerdahelyi Magyar Magángimnázium diákjainak. A Kortárs Magyar Galériában június 8-án Iván Péter, az intézmény vezetője nyitotta meg Szalkai Károly győri festőművész az Áramlás ritmusa című kiállítását. A Vermes Villa négy termében négy egyenként alapjában különböző témakör foglalja össze az absztrakt festő munkásságát. A nagy teremben a zene jelenik meg elvontana képeken, a másik teremben a lét és annak valós, illetve pseudodimenzióit érzékeltetik az alkotások. A következő teremben az úgynevezett aranykor meleg színei tűnnek ki. Végül az emeleti Luzsica teremben a festő fantáziájából született műtermi tájképek láthatók. A mintegy 60 olajfestményt bemutató tárlat június 29-éig látogatható.